Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a sorozatban igyekezni fogok bemutatni Jordan Peterson 12 szabály az élethez című könyvét. Tervem az, hogy szabályról szabályra fogok haladni, és röviden prezentálom, hogy mi az ő álláspontja, illetve mik az én gondolataim ezzel kapcsolatban. Mint általában a legjobban akkor jár mindenki, hogyha elolvassa a könyved, hiszen akkor tudja megismerni a gondolatokat, az elképzeléseket, az abban vázolt koncepciókat legtökéletesebben. Azonban, ha valakinek nincs ez kedve vagy ideje, akkor remélem, hogy ez segítségére lesz. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! A második szabály szintén az elsőhöz hasonlóan érdekes volt számomra, melyet úgy lehetne összefoglalni nagyjából, hogy viselkedj vagy kezeld úgy magad, mint valakit, akinek a támogatásáért felelős vagy. Megszereztem a könyv magyar nyelvű e-book verzióját, úgyhogy fel fogom olvasni azokat a részeket, amelyeket én fontosnak találtam, és aztán hozzáfűzöm az én elképzelésemet. Kezdő gondolata ennek a fejezetnek az, hogy az emberek jobban foglalkoznak, jobban törődnek a házi állataikkal, mint saját magukkal, mivel a gyógyszereiket sokkal pontosabban és következetesebben adagolják az állatoknak, mint saját maguknak. Íme egy idézet. Az emberek rendesebben váltják ki és adják be a gyógyszert a kedvenceiknek, mint önmaguknak, ami nem jó, még a házi kedvenc szemszögéből sem. A kedvencünk valószínűleg szeret minket, és boldogabb lenne, ha bevennénk gyógyszerünket. Nehéz bármilyen következtetést levonnunk ebből a tényből, kivéve talán azt, hogy az emberek mintha jobban szeretnék a kutyájukat, a macskájukat, a vadászgörényüket és a madaraikat, talán még a hüllőiket is, mint saját magukat. Mivel nem mindenben értek egyet Jordan Petersonnal, ezért nem mindig ugyanarra a következtetésre jutunk ő és én, azonban a felvetések, amelyeket tartalmaz ez a könyv, mindenképpen megszívlelendők, még akkor is, hogyha a következtetések egy része az úgy gondolom, hogy hibás, de egy másik része viszont nem. Ezt valószínűleg mindenki megfigyelte már. Még a saját házi állata nincs is, de az ismerősei körében különösen manapság, mikor az emberek túlságosan magányosak, partner nélkül élnek, és a stresszt próbálják valahogy oldani, illetve ezt az egyedül létet azzal, hogy úgy kezelik házi kedvenceiket, mint hogyha azok emberek lennének, gyerekek, pontosabban. De haladjunk tovább. Minden esetre az, amit szubjektíven megtapasztalunk, sokkal jobban hasonlít egy regényre, vagy filmre, mint a fizikai valóság tudományos leírására. Ez az átélt tapasztalat drámája. Apánk egyedi, tragikus, személyes halála, szemben a kórházi iratokban feljegyzett objektív halállal. Az első szerelmünk szívfájdalma, a megtört remények kétségbeesése, egy gyerek sikereit követő öröm. Ezt összefoglalhatnánk nagyjából úgy, hogy vannak az objektív események az életünkben, amelyeket átélünk, és van azoknak az elménkben egy leképeződése, ahogyan azt feldolgozzuk. Ezért nagyszerű példa, még akkor is a fájdalmas a halál ez esetben, amit ő említ. Igen, van egy tény, hogy ez az ember elment, soha többet nem jön vissza, ez egy tény, amiről mindenki tud és tisztában van vele, aki beavatott, azonban belül az emberben lejátszódik egy másik valóság, ahogyan feldolgozza azt, ami történik körülötte. Nyilván mindenki kitalálta, hogy a káosz folytatja, az ismeretlen szimbolikusan a nőiséghez kapcsolódik. Részben azért, mert minden, amit ismerünk, eredetileg az ismeretlenből született. Ahogy minden élőlény anyától születik. A káosz vagy máter, eredet, forrás, anya, matéria, anyag, amiből minden építkezik. Ugyanakkor, ami a lényeg, angolul ez ugye what matters, vagy mi a baj, angolul what is the matter, gondolatunk és kommunikációnk tárgya. A lényeg, illetve ami történik. Pozitív köntösben a káosz a lehetőség. Ötletek forrása. Terhesség és a születés rejtélyes birodalma. Negatív erőként egy barlang áthatolhatatlan sötétsége, vagy egy útszéli baleset.
Anya medve, mely szereti a bocsait, minket viszont potenciális fenyegetésnek ítél és ízekre szaggat. Káosz tehát azonosítja a nőiséggel, nem feltétlen azért, mert a nők mindig kaotikusan viselkednek, bár ez gyakran igaz. Inkább a fiziológiánál fogva, ugye a születés az, amiből még bármi lehet, és ráadásul a születést megelőzi, illetve még szülés közben is igen nagy a káosz. De a potenciál benne van bármire. Nem tudja az ember, hogy mi az, ami következik. Nyilván nem feltétlenül az ember gyerek születéséről beszélek, hanem a dolgok eredetéről, mikor elindulnak a dolgok. A káosz a forrása a dolgoknak. Először káosz van, aztán az ember abból rendet teremt. Így a káosz és a rend egy örök körforgásban mozog a világegyetemben. Nem arra akarok utalni, hogy ez a yin-yang, meg a mit tudom én milyen vallások, az, amit mondanak, az az igazság. Azt akarom mondani, hogy ez az a mintázat, amit az életünk követ. Nem tudjuk elkerülni, tehát ez így van kitalálva, az atya így találta ki. Nem arról van szó, hogy nekünk el kell mennünk bungee jumpingolni, vagy mit tudom én, milyen extrém sportokat űzni, hogy keressük ezeket a kihívásokat. Az élet épp elég kihívást fog az utunkba gördíteni. De nem hátrálhatunk meg a kihívásoktól, és nem bújhatunk el vissza mindig a komfortzónánkba, mert akkor megállítjuk a fejlődésünknek az útját és a menetét, és nem tud az atya minket segíteni. A hit lényege az, hogy az ember jár a keskeny úton, ugyanakkor emlékezik arra, hogy Jahova vezeti, és még akkor is, ha nem látom, hogy mi az, ami történni fog, hogyha kénytelen vagyok belemenni a káoszba, elhiszem, hogy az ő segítségével majd egy ponton rendet fogok teremteni, és kijövök a másik oldalon úgy, mint egy jobb ember, aki hasznára van neki, még inkább, mint ahogy azelőtt volt. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooautya.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo Autya Egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo Autya weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!